gyere Panku, gyere, gyere, oda kell érni. Ízbe kerülöd a múlját, nagyjából erre neked. Kisvárdán fejeztem be a labdarúgást, ahol két egész szép évet tölthettem el. Feljutottunk ugye az NB1-be, én meg gyorsan abba hagytam. Gyakorlatilag a gerincemben az egyik porckorongom az kipukkadt, így szó szerint. Ott voltak fájdalmaim, gyakorlatilag a bal oldalam deréktól lefelé félig meddig lebénult. Utána még próbálkoztam azzal, amikor ugye a gerinc csatornámból a folyadék elfolyt, és már nem nyomta az ideget, hogy vissza tudok térni, de sajnos van még gerincsérvem, tehát más csigolyák között is. Ez akadályozott, és azt mondtam, hogy én innentől kezdve befejezem a profi pályafutásomat, és hát ugye arra koncentrálok, hogy fejlesszem a gyerekeket, amit már egyébként Kisvárdán majdnem egy évig csináltam előtte. Nagyon szerencsés lehettem, Gál István volt a harmadik kerületnél ugye a szakmai vezető, őt kerestem meg, vagyis hát egy közös ismerősünk ajánlott be oda, ahol egyébként a Szabó Bence is volt, tehát azért Újpest érzelművel is találkoztam, egyből meg tudtunk állapodni, ugye ott én gyakorlatilag alulról kezdtem, végigmásztam a létrát, ott is négy szép évet töltöttem el, majd Polyák Attila felhívott engem ugye tavaly nyáron, 2022 nyarán, hogy megüresedett nekik egy hely, és ránk gondolt, és megmondom őszintén, a szívemnek nagyon jól esett, úgyhogy nem is kellett sokat gondolkozni ezen, és hozzá kell tennem, hogy a harmadik kerületnél a Szabó Bence partner volt teljes mértékben, mert aláírt szerződésem volt, de ugye megegyeztünk, hogy ha az Újpest hív, akkor elenged, és ez így is történt. Tehát én a gyerekkoromat is itt töltöttem, én a meghívt büfébe nőttem föl, itt voltak a barátaim, itt volt az első komolyabb párkapcsolatom, akkor ugye az Újpest, amikor hívott ifistaként, azonnal jöttem, szóval gyakorlatilag a szívemhez közel áll a klub, és most az, hogy mi történt velem, mint felnőtt játékos, az megint más, hogy én mit tehetek gyakorlatilag az Újpestért, mint edző, illetve a játékosokért. Az U17-es csapatnak vagyok a vezetőedzője, illetve a felső szekciónak, ami az U16, 17 és a 19-es csapatot öleli fel, a vezetője. Gyakorlatilag ez abban merül ki, edzői értekezleteket kell tartanom, ugye közös munkákat kell felügyelnem, amit a felső szekciót érintő dolgok, össze kell rakni a csapatot közösen. Én mindig egy nagyon picit máshogy láttam a futballt, és talán minden nagy képűség nélkül elmondhatom, hogy én a gondolkodó játékosok közé is tartoztam, és mindig ezt tanítom, és amikor a gyakorlatokat kialakítom a játékosoknak, mindig az az első szemszög, hogy próbáljam az agyukat is fejleszteni, a kognitív képességüket, mert azt látom, hogy nagyon egysíkúan működnek a játékosok, és szeretném ebből az egysíkú dologból őket egy picit kirángatni, hisz minden azon múlik, hogy milyen gyors döntést tud hozni egy bizonyos folyamatban egy játékos. Én az átlaghoz képest nagyon gyors voltam, illetve azzal, hogy gondolkodtam és jól helyezkedtem, ezáltal a védőmunkámat nagyon jól meg tudtam oldani, illetve mivel technikás védőnek is számítottam, ezért a támadásokat is jól tudtam segíteni, a jó meglátásaimmal, illetve a jó passzaimmal, és ezt szeretném átadni a játékosoknak is. És azt gondolom, hogy itt van jó néhány olyan kollégám, sőt, gyakorlatilag mindenki, aki tényleg teszi a dolgát napról napra, és azért vagyunk, hogy egyre több gyermeket kineveljünk, és én azt gondolom, hogy egy pár éven belül ennek meg lesz majd a hatása is. Ha csak egy vagy kettő gyerek kikerül akár 2-3 évente, én már akkor boldog leszek. Szót ejtettünk ma arról a legendás 6-0-as meccsről, amikor a Ferencvárost 6-0-ra győztétek le, arról neked milyen emlékeid vannak arról a meccsről? Szenzációs. Tehát az ember nem úgy megy ki egy ilyen mérkőzésre, hogy gyakorlatilag 6 lesz a vége. Viszont jó a beadás, a Pollák, és vezet az Újpest! Két olyan ellenfél állt egymással szembe, akik jó játékerőt képviseltek, és nem is gondoltam volna tényleg álmomban se, hogy egy ilyen eredmény lesz a vége, de hát ugye tudjuk, mi lett a vége, és szenzációs élmény mai napig. Már rágyorsított, jön is a labda menetrend szerint, Simon középre, gyönyörű támadás, ott a harmadik gól. Éppen egy héttel ezelőtt pörgettem a fotóalbumomat, ugye benne volt egy jó pár kép, és nagyon örültem ennek az emléknek, úgyhogy ezt az örökre a szívembe zártam. Gyönyörű gól! Hely, mekkora gólt húzott Mitrovic, káprázatosan találta el. A jobb oldalon Simek akár egyedül is befejezheti.
és a kapufát találja el, de ez így gól. Elképesztő. Mondom, hogy minden sikerül az újpestieknek. És én nagyon kívánom az újpesti szurkolóknak, hogy leljék meg azt az örömet, ami akkor volt, és nagyon remélem, hogy ez az időszak hamarosan eljön.